Sziasztok, én Balázs vagyok, és a Jövök Kánkecsikök magyarázat epizóddal jelentkezem. Ezúttal az én személyes kedvenc ilyen gondolatolvasós mentátrükkömet fognak nektek megmutatni. Tehát nekem ez a kedvencem azok közül, amiket eddig mutattam, vagy amiket eddig csináltam az ilyen gondolatolvasós trükkök közül. Szóval lássuk is, hogy ez hogy néz ki. Szóval akkor lássuk is a trükköt először. Úgy néz ki, hogy szétrétem a lapokat, és megkérem Tamást, hogy nevezzem meg egy darabot ezek közül, amiket lát. És, de nem csak ilyen simán megnevezni, hanem azt kérem, hogy nevezzem meg egyet, aztán változtassa meg a gondolatát. Tehát, hogy megváltoztathatja a döntését. Hogy tényleg ezzel bizonyítom azt, hogy bármelyik lapot választhatja, nem befolyásolom sem. Úgyhogy légy szíves, nevezz meg egyet, amit aztán megváltoztathatsz, hogyha akarod. Hogyha nem, akkor végül is maradhatja az egy is. Treff dáma. Treff dáma, szóval ezt nevezted meg. Esetleg valami másikat megváltoztatod, vagy jó lesz ez a döntés? Nem befolyásolhatod semmiféle módon, ugye? Jó lesz ez szerintem. Jó lesz ez, rendben van. Szóval Tamás a treff dámát választotta. Először is a treff dámát ide félrerakom, és nézzük meg akkor a többi lapot. Ugye teljesen van a második lap, annyi a különbséggel, hogy mindegyik hátuljára az van írva, hogy nem. Meg is tudom nektek itt gyorsan, mindegyik, minden egyes lapra az van írva, hogy nem, és végig megyünk, akkor látni fogjátok, hogy tényleg minden egyes lapra rá van írva, hogy nem, kéve egy darab lapot, ami nem más, mint a Tamás által azt a Treff dáma, amire az van írva, hogy igen, és ezt meg lehet nézni, a nézőnek ki lehet adni, ugyanis tényleg ez az egyetlen egy, amire az van írva, hogy igen, az összes többiek pedig az, hogy nem. Lássuk is a magyarázatot. Szóval akkor lássuk is, hogy hogyan működik ez a trükk. Ugye szükség van a trükkhöz kettő ugyanolyan lapra, tehát pontosan ugyanolyan, ugye az van mind a kettő piros hátulólistán, teljesen kettő duplikált lapra tulajdonképpen. Ez esetben én a kör bubit választottam, de ti választhatok igazából bármelyik másik lapot, amit ti szeretnétek, amiből van kettő ugyanolyan, azt választjátok, ugye nyilvánvalóan. És az egyikre azt kell majd írnotok, hogy igen, a másikra pedig az, hogy nem. Ez a kezdés, utána pedig a csomag összes többi lapjára ráírjátok azt, hogy nem. Tehát minden egyes lapra azt írjátok, hogy nem. Tehát minden egyes lapra rá van írva az, hogy nem ugye most ebben a pillanatban. Plusz az egyik bubira is rá van írva, hogy nem. És egyre pedig az van írva, hogy igen. Na arra a bubira, vagy arra a duplikált lapra, amelyikre az van írva, hogy igen, arra raktok egy kis két oldalú ragasztót, amit ugye már többször is láthatatok a videóim során. Ez tényleg az egyik legjobb kis eszköz az ilyen trükkökhöz. Tehát egyiknek a közepére raktok egy kicsit. Én már raktam, úgyhogy most nem rakok megint. És azután pedig az első bubit, amire az van írva, hogy nem, azt rakjátok a csomag tetejére. És utána pedig azt, amire rá van írva, hogy igen, az következik, aminek itt van a ragasztó a közepén. Ezt követően ugye szétterítitek a csomagot, ahogy kényelmes, ugye jobb, hogyha a nézők látják, hogy tudják, hogy ők választhatnak, tényleg bármelyik lapot választhatják, és miközben ezt csináljátok, a hüvelykujjatokkal itt eltakarhatjátok a ragasztót, hogy semmiféleképpen se vegyék észre a nézők. Tehát ugye, hogyha így csináljátok, akkor nem fogják észre a nézők, hogy esetleg ott valami fénylik a ragasztó, vagy bármi. Így szétterítitek, és aztán megkértek a nézőt, hogy nevezzen meg egyet, de meg is változhatod a döntését. Tényleg semmilyen módon nem befolyásoljátok őket, tehát mondjuk választhatja a királyt, de hogyha megváltoztatja a döntését, akkor mondjuk választhatja a rászt is, tök mindegy. Tehát bármelyiket választhatja. Ezután pedig azt a lapot, amit választott, ugye rárakjuk az első bubira, amin ugye ragasztó van. Ezután kicsikét megnyomogathatjuk, beszéltünk a nézőhöz, hogy nem befolyásoltuk ugye semmi, és amíg beszélünk hozzá, addig nyomást gyakorolunk a lap közepére, ezáltal rá fog ragadni arra a lapra, amin ugye ragasztó van. Miután ez megtörtént, utána szépen felrakhatjuk, egyelőre fejjel fölfelé, és utána pedig megmutatjuk, hogy az összes lapra azon írva, hogy nem. Tehát így végig megyünk rajta, szépen gyorsan, teljesen mindegy, végig megyünk rajta, és amikor ugye mindegyik lap, nézzük, meggyőződtek arról, hogy mindegyik lapra az van írva, hogy nem, akkor pedig fölfordítjuk azt, hogy az ászra, amit ugye ők választottak, az van írva, hogy igen. Hát az nem teljesen, azért ne adjuk oda a nézőnek meg teljesen, mert hogyha azért meg jobban megvizsgálja, akkor lehet látni, hogy esetleg össze van ragadva, de hogyha mondjuk csak így mutatjátok nekik, hogy tényleg össze-vissza forgatjátok, vagy dobáljátok, vagy bármi, akkor azért meggyőződnek róla, hogy nem két lap van, vagy bármi ilyesmi. Szóval megmutatjátok nekik, aztán pedig gyorsan visszarakhatjátok a csomagba,
és aztán is akadjátok a csomagot, és ez így, hogyha itt megcsináltok, szerintem tényleg egy nagyon-nagyon erős mentál trükk lesz belőle, szóval tényleg elképesztően egyszerű és nagyon-nagyon jó hatás gyakorol a nézőkre, szóval csináljátok meg, ugyanez el kell használni egy egész csomagot, ezt tudom, hogy nem szívesen csináljátok ezt, én is szívesen csinálom, de higgyétek el, megéri, mert így nagyon-nagyon erős trükk lesz akkor a repertoáratokban, hogyha ezt elkészítitek, szóval gyakorlásra fel, sziasztok!